Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát fogunk feldolgozni méghozzá vegyesen, mert ehhez tartozik egy írásos anyag is a blogomban, de annélkül is érthető lesz a téma. Azaz, miről beszélünk, víruskeresés Linux alatt. Eléggé vitatott téma, sokan úgy gondolják, hogy nem kell vírust keresni Linux alatt, hiszen nincs, meg ők amúgy se kapják meg, hiszen csak más, aki olyan helyekre jár az internetet, ahol fúj, de csúnya pornó, meg varez, meg egyéb dolgok vannak. Ez igazából lehet, hogy igaz is. Igazából lehet, hogy nem is így van, mindenki dönts el. A miért témába pár sort írtam a blogban, a videó alatt meg fogjátok találni a linket, és ha érdekel, akkor olvasd el, ha nem, akkor is érthető lesz ez a dolog, hiszen nem arról fogunk beszélni, hogy miért kellene vírust keresni, meg miért hibás az az elgondolás, hogy Linux alatt nincs vírus, hogy nem kell keresni, hanem arról fogok ebbe a videóba beszélni, hogyan kellene vírust keresni a Linux alatt. Előfeltétel a telepített Clem AV, illetve a Clem TK nevű program. Azért nem mutatom be, hogyan kell ezt telepíteni, mert hiszen nagyon egyszerű. A saját disztribúciódat te ismered, ott vagy grafikus, vagy parancsolós megoldással ezt a két darab programot fel kell telepíteni, és annak nincs nagy értelme, hogy én bemutatom Arch Linux alatt, vagy bemutatom MX Linux alatt éppen azt, amit használok, hanem az a lényeg, hogy te megtanult, hogy a saját disztribúciódban hogyan telepítesz kettő darab programot. A legtöbb disztribúcióban benne fog lenni ez, ha nincs, akkor felmentek ezekre a honlapokra, rákerestek, hogy Clam AV, és akkor a telepítését leírják vélhetően, legalábbis ami disztribúciókat én ismerek, azokban alapból bent van ez a két kis programocska. Hát nézzük is meg, hogyan tovább. A program indítás után ehhez hasonló képet kapunk, azzal a különbséggel, hogy itt alul arra fog neked panaszkodni, hogy bizony nem a legfrissebb az adatbázisod, a szabályok elavultak, már légy szíves valamit tenni ennek érdekében, hogy ez ne így legyen. Ezt a frissítésekkel fogjuk tudni megtenni, tehát az első lépés, beállítjuk, hogy manuálisan szeretnéd frissíteni az adatbázist, és az alkalmazra fogsz kattintani, majd odamész a frissítésre, rákattintasz, és az igen gombra kattintva lefrissíted az adatbázist. Ez 1-2 percet igénybe vesz, amíg letölti. Visszamész, miután végeztél, és örülsz neki, hogy egy friss, ropogós adatbázissal fogsz tudni dolgozni. Hasonlóképpen működik, mint bármelyik program. Be kell állítani. A beállítás nagyon fontos. A potenciálisan nem kívánatos alkalmazások keresése. Azt hiszem, ezt szeretnénk beállítani. A ponttal, tehát pont akármi névű rejtett fájlokat szeretnéd ellenőrizni természetesen, hiszen számodra nagyon fontos az, hogy a rejtett fájlokat is megnézze. Nem fog a gépeden letörölni ő automatikusan semmit, tehát azért nem kell attól félni, hogy egy rejtett konfigurációs fájlodat eltünteti, de nyilván, ha én vírusíró lennék, természetesen nem az vagyok, első lépésben elrejteném előled azokat a fájlokat, amiket én létrehozok. A legegyszerűbb az, hogy rejtetté teszed, azaz egy pöttyöt teszel eléje. Na nyilvánvalóan ezeket szeretnénk mi ellenőrizni. A 20 megabájtnál nagyobb fájlok ellenőrzése szintén bepipálandó, én szeretném a nagyobb fájlokat megvizsgálni. Nagy fájlok vizsgálata, amelyik általában nincsenek megvizsgálva. Miért? Mert esetleg elrejtheti egy-egy nagyobb fájlba is a vírust, a vírusírgó. Természetesen a 20 megabájt nem egy olyan nagy dolog, méretben, hiszen előfordulhat, hogy ekkora dokumentumokat kapunk, hiszen pár kép, pár egyéb beágyazott dolog mellett már egy sima Word dokumentum is meghaladhatja ezt a méretet, azaz beszeretném pipálni, kicsit lassítja az ellenőrzést, azaz gyakorlatilag egy fél óra alatt lefutni egy pár ellenőrzésed, de én úgy gondolom, hogy heti két alkalommal egy inaktív időszakban ezt nyugodtan meg tudjuk tenni. A mappák rekurzív vizsgálata, azaz az almappákat is vizsgálja, szerintem normál beállítás, ha megadok egy mappát, hogy légy szíves már azt ellenőrizni, akkor már az összes almappában is szeretném a fájlokat megnézhetni vele, hiszen ez a célom, hogy az a mappa tiszta,
vagy nem tiszta a vírus szempontjából. A program frissítések keresése bejelölöd, nem jelölöd be egyéni dolog, én bejelöltem, keresse meg mindig a legfrissebb verziót. Fehér lista. A mappákat, amelyik biztos, hogy nem vírusfertőzött, azokat kizárhatod a keresésedből. Én ezt nem szoktam megtenni, egy fél óra alatt, negyed óra alatt lefut egy-egy komplett ellenőrzés az egész rendszeremre. Ez körülbelül 10 terabájt adat, azaz van ennyi időm, nem zárogatok ki semmit, biztos, ami biztos, de te megteheted olyan könyvtárakat, amelyik statikusak, mondjuk egy filmgyűjtemény, vagy egy audiofájl gyűjtemény, vagy a képeid, amit te készítettél, és azokat már ellenőrizted, ki szeretnéd zárni a keresésből, megteheted a hálózat, hogy milyen hálózatod van, proxyd van, környezeti beállítás, beállítás kézzel, egyéb, ezeket én általában nem szoktam bántani, nincs proxy. Ütemező, megadhatod, hogy hány óránként, illetve mikor legyen szíves ő lefutni, mikor frissítse az adatbázist. Napi ütemezés nincs beállítva, én hozzáadom 0 óra, 0-0 perckor legyen szíves ő elvégezni ezt a műveletet, azaz éjfélkor ellenőrizze a gépemet. Állapot, napi vizsgálat ütemezése be van állítva, napi adatbázis frissítése beállítom. Miért? Mert szeretném, hogyha naponta frissítéskor leellenőrizni az adatbázisát és lefrissíteni, nem kéne kézzel minden alkalommal megtenni. Természetesen a frissítés varázslóban ilyenkor automatára kell állítani. Előzmények, illetve a karantén tudod megnézni, karanténba rakod azokat a fájlokat, vagy rakatod vele azokat a fájlokat, amelyek fertőzöttek. Én általában törölni szoktam azokat a fájlokat, amik fertőzöttek, vagy ha téves a jelzés, akkor természetesen hozzá nem nyúlok. Ez is előfordulhat, hiszen elég szigorúan ellenőrzi a fájlokat, hogy olyankor is riasztást ad, olyan fájlokra is riasztást ad, amelyek nem fertőzöttek, de ezeknek utána tudsz nézni az interneten. A frissítés fölött ott van az előzmény, mikor futtattam az utolsó ellenőrzést, ezt bizony január 5-én, azaz a mai nap, hát bizony ezt letörlöm, nincs rá szükségem. Úgyis éjfélkor újra lefut az ellenőrzés. Három lehetőséged van, egy fájlt vagy egy könyvtárat fogsz vizsgálni, én egy fájlos vizsgálatot fogok bemutatni számotokra. A következő gondolat, nézzük is meg, nekem ott van a saját mappám, megkeressük a letöltéseket, letöltések, és megkeressük az EIKAR 2 cippet, hogy öt szeretném ellenőrizni, és lefut. Egy kicsit várni kell, és a fájlt ellenőrzi. Miután lefutott az ellenőrzés, meglepetten tapasztalhatjátok, hogy bizony ez egy fertőzött fájl. Igazából nem fertőzött, hiszen ez egy tesztfájl, azaz érdemes olyan fájlokat letöltögetni az internetről, amik igazából nem vírusfertőzött fájlok, és rákeresőt találsz, illetve az adott linken, ami a blogba bent lesz, le tudod tölteni ezt a fájlt, és ellenőrizni tudod ezzel a működését a víruskeresődnek. Ezek olyan álvírusfertőzött fájlok, amelyeket minden víruskeresőnek illendő lenne megtalálnia. Azaz, bemutattam, hogy találtam egy vírusfertőzött fájlt a gépemen, amit én töltöttem le, hogy be tudjam mutatni, ezt karanténba tudod tenni, vagy törölni tudod. Nyilvánvalóan én a törlést választom, és eltünteti. Így bizony megmenekültem attól, hogy ez tovább fertőződjön. Bezárás után ezt is bezárjuk, és utána egy könyvtár vizsgálata. Nyilvánvalóan nem szeretném bemutatni, hogy egy könyvtárat hogyan vizsgál, ugyanúgy vizsgálja, mint az egy darab fájlodat, de egy kicsit hosszabb idő alatt. A vizsgálat ténye, a fájl hírnevének a megjelenítése, ez eléggé olyan a dolog, amivel én nem szoktam foglalkozni, tehát vannak ilyen adatbázisok, ilyen elgondolások, hogy ez fertőzött vagy nem fertőzött fájl, ezeket meg tudod tenni, le tudod ellenőrizni. Azaz, akármi, rámegyek, és itt kikeresem ezt, és akkor megvizsgáltatom vele. Nincs információ erről a fájlról, nyomja meg az OK gombot a fájl elküldésére, elemzésre. Hát bizony én ezt nem szeretném elküldeni. Tehát egy ilyen tevékenységet meg tudsz tenni, hogyha vannak olyan kétes fájlok,
amelynek a hírnevét, a minőségét ellenőrizni szeretnéd, és hogyha bizony ez nem jár sikerre, akkor el tudod egy központi helyre küldeni, és ott megvizsgálják számodra. Nem szoktam ezzel foglalkozni, hiszen ha valami fertőzött, és biztosan tudom, hogy én nem állriasztást kapok, akkor bizony azt kiszoktam törölgetni. Jellemzően ez a letöltött fájlok között van egyébként, vagy a levelek között. Előfordulhat olyan mailvér vagy egyéb, igazából kellemetlen, de azért tudjuk kezelni. Azaz látható, ennyi volt. Ahogy látni, nem egy túl bonyolult feladat a víruskeresés ezzel a programmal, nem 100%-os, ettől még te kaphatsz vírust, hiszen lesznek olyan vírusok, amik még nem kerültek be az adatbázisba, de az esetek 99,9%-ában hatékonyan fog működni. Látható, nem kell sokat tenni. Feltelepíted, felfrissíted az adatbázisát, majd a beállításokat megteszed. Beállítások pofon egyszerűek. Ha fehér lista, tehát kizárt könyvtárakat szeretné megadni, megadhatod, nem szoktam vele foglalkozni. Ütemező, megadod, hogy mikor fusson le, nyilvánvalóan akkor fusson le, amikor te nem dolgozol a géppel, és a géped működik, azaz fut rajta a programod. Előzmények karantén igazából nem fontos számunkra, hiszen hogyha lefut az adatbázis ellenőrzése, majd a víruskeresés, utána kapsz egy szép kis listát, ha vannak vírusok, megnézed karanténba, akkor teszed, amikor el akarod zárni őket, én kiszoktam törölgetni, így ezek számomra nem fontosak, frissítéseket megbeszéltük, majd hogyha esetleg egy letöltött fájlt vagy egy könyvtárat a megszokott éjfélkor lefutott víruskeresésen kívül ellenőrizni akarod, akkor itt meg tudod tenni. Bonyolult? Nem. Gyakorlatilag, hogyha te ezt beállítod, hogy mikor fusson le, és mikor frissítse az adatbázisodat, nincs azon kívül semmi teendőd, csak megnézed az eredményt. Jó esetben, az esetek nagy részében nem fog vírus találni, hiszen Linux alatt azért a fertőzések nem annyira elterjedtek, és természetesen, ha naponta ellenőrzöd az egész rendszeredet, akkor a letöltött fájlokon kívül, illetve egyéb ilyen letöltésre kerülő dolgokon kívül igazából nem kerülhet bele vírus a gépedre, azokat szépen ellenőrzi, és hogyha valami gyanús, akkor riaszt téged. Azaz nincs vele különösebb teendő, hogyha nincs vírusfertőzés a gépeden. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó víruskeresést kívánok, sziasztok!